professzor úr megvan! Megvan, professzor úr! Nyugodjon meg az Isten szerelmére, mi történt magával, kolléga? Ez az, professzor, a mikroszkóp! Mi? Professzor úr, soha többet nem történik ilyesmi, soha többet! Jézus, már nem, professzor úr, nem lesz többet autószerencsétlenség, vonatbaleset, repülőgép. Miről beszél? Áramütésem, professzor úr, 30 éve rohadok ebben az intézetben. Professzor úr, 30 év alatt nem vettem ki egyetlen egy szabadnapot sem, de most, professzor úr, meg lett 30 év nélkülözésének az eredménye. Professzor úr, hol van, drága professzor úr? Nézze ide, itt a találmányom, professzor úr. Folytassa. Professzor úr, figyeljen rám! A gombok! A gombok? Mi van a gombokkal? Professzor Kem, rájöttem arra, 30 év kemény kitartó munkájával, hogy a katasztrófák, szerencsétlenségek és a gombok között összefüggés van! Beszéljen! Professzor úr, összehasonlítottam az európai úgynevezett gombot viselő kultúrákat az ausztrál gombot nem viselő benszülött kultúrával. Tudja, mire jöttem rá? Professzor, Európában minden hétvégén rengeteg autóbaleset van, autósztrádákon. Ausztráliában ez a dolog ki van zárva. Aztán, professzor, itt van valahol, hogy például a európai úgynevezett gombbal érintkező nők 17%-a esik később diszkóban, vagy ilyen heavy metal partikon. Terve. Ez az ausztrál úgynevezett fűszoknyás kultúránál nulla. Itt van a kutatásaimban, hogy például az ausztrál benszülötteknél kizár dolog, hogy valaki gyors étteremben szívinfarktus kapjon. Kizár dolog a sörhas. Kizár dolog, hogy valaki belefulladjon vízisjelés közben az óceánba. Kizár dolog, hogy például valakit áramütés érni. Kizár dolog, hogy valaki ráburuljon a feldíszített karácsonyba. Folytassa! Kizár dolog, hogy például egy ausztrált autófeltörésen érjenek. Folytassa, kolléga! Professzor úr, tudja mit? Itt a kutatásaim eredménye és a konklúzió az, hogy szabadítsuk meg a világot a gomboktól. Ez az! Vessenek a gombok! Ez az, megtaláltuk! Mindennek mennyitják! Professzor úr! Megvan a világ minden bajának az okozója! A gomb! A gomb! Dehogy is! A tapéta! A tapéta! Mutassam be lordságodnak, Mr. és Mrs. Darwin. Ah? Mr. és Mrs. Darwin, hadd mutassam be önöknek Sir Parsifal Backupot, Backup lordját. Kérnek egy kis teasüteményt, vagy pástétot? No, idefelé jövet, már bekaptunk valamit. Backup? Szintén? És melyik ágból? Úgy értik, ettek már. Bekapott? Ó, ez nem újdonság. Az egyik ősőmet Tanzániában megették a benszülöttek. Hát ők is elmondhatták magukról, hogy ettek már, bekap. És mi áradban erre felé? Engem is talán meg akarnak enni. Lordságod meghívására érkeztek. Egyenest a hajóról, ahogy brit földre léptek azonnal. Mr. Darwin írta azt az érdekes könyvet. Ó, a bögyös molli kalandjai? Ó, remek. Nagyon derék ember. Nem, én a Fajok eredete című könyvnek vagyok a szerzője. Tudja a lordságod, hogy az ember a majomtól származik. És ki ez a szépséges hölgy? Én Emma Darwin vagyok. És szintén a majomtól származik? És ez itt maga mellett, maga a majom? Nem. Én írtam a könyvet. Aki azt írta, hogy maga és a kedves családja a majomtól származik? Nem egészen. Mr. Darwin azt állítja, hogy minden ember a majomtól származik. Én is? Ön is. Ez esetben kérnek egy kis banánt?
Íme Anglia lordjai. És én ezekért dolgoztam évtizedeken keresztül. Inkább maradtunk volna itthon. Te taníthattál volna Oxfordban. Én pedig szültem volna neked gyermekeket. Ó, Istenem, egy gyerek. Nincs annál szebb. Amikor ez a kis teremtés kinyitja a száját, és először mondja, hogy... Kérnek egy kis banát? Nem, köszönöm, nem kérünk. Ez biztos? Már hogy nem kérünk banánt, igen, nem, ez hol biztos? Hogy, nem, hogy a majom meg az ember, hogy a... Igen, lordságot. De hát ott van a felsőházban Lord Kensington, a kis fehér kecske szakállával. Nem lehet, hogy ő inkább a Yorkshire terriertől származik? Ez szinte teljesen kizárt. 20 év kutató munkájával támasztom ezt alá. Ó, 20 év. Miből volt ennyi pénzük? Abból a 128 000 font sterlingből, amit lordságod adományozott. Én adományoztam? Ó, és hoztak nekem valamit cserébe ezért a hatalmas összegét? A fajok eredetét. Ezt a korszakalkotó könyvet. És mondja kedvesen, vannak ebben a könyvben olyan disznó részek? Igen. A borneói varacskos disznók párzási szokásai például. Lordságod, ez egyfajta karitatív adomány volt. Az mi? Az azt jelenti, hogy nem kapunk érte semmit. Egy kis teasütem, pástét, vegye ezeket, nem is szeretik a majmok? Én neki megyek. Ó, most indulnak? Még csak most érkeztek, lordságod. Ó, és hoztak nekem valamit, mondjuk egy majmot? A régi mosóporom nem hozta ki a koszfoltokat. Ezután próbálkoztam meg az új mosóporral, de ez sem hozta ki. Most mit tegyek? Vegyen mosógépet. Mosógép. Próbálja ki ön is. Még egy lépés is, és ugrom. Nem viccelek. Nyugi, nyugi. Mit csinálsz? Kivettem egy joghurtot a hűtőből. Joghurtot? Faj. Ez bejött. A kegyetlen láncszem nem sokára itt, a Gálvölgyi Show-ban. Láncszem. Éva, siessen a megrendelésekkel! Tiszteletem, uram! Nagy szeretettel köszöntöm üzletünkben. Óriási akciós árai fogadják a kedves vevőket. Szabad megkérdezem, hogy mit óhajt? De nem, ne is mondja, én kitalálom. Uraságot szakterete mondjuk... zsarolás. Ja. Igen, eltalált. Istenem, hát 50 év. 50 év a pult mögött, tudom. Nem kis idő. Szabad tovább érdeklődnöm, hogy mi a szűkebb terület. Üzletember? Öreg néni? Síró árvák megfenyegetése? Néni. Néni, nénike, nincs is jobb annál, uram, mint halálra ijeszteni egy dúsgazdag öreg asszony. Van itt minden, kérem szépen, kés, puska, kézigránát, amit óhajt. Van valami konkrét elképzelése? Gumibot. Gumibot. Uram, csodálatos kínai gumibotjaink érkeztek. Nézze meg, uram, ezt a gyönyörű formát, a tartóságát. Erős. Hogy ez erőse? Én életemben nem láttam ilyen erőse, de egy másodat. Ja! Uram, nagyon figyeljen, azt kérdezte, erőse. Béla, forduljon meg. Uram, hát ennél erősebbet én soha életemben nem láttam. Akkor csomagolhatom? Ja.
Puska. Van? Puska. Ó, látom, uraságot, komoly vevő. Csodálatos készletünk van puskából. Van egészen kicsi. Van tenyérbe elrejthető, kabát alá betugható, gipszbe ágyazható puska. És különböző színekben. Zöld, kék, piros, barna. Adjon egy barna. Uram, kitűnő az ízlése? Uram, a legjobb korint. Nézze meg ezt a csodát. Mielőtt bármit kérdezne, egy pillanatra. Éra! Számolhatok? Nem! Ne! Mr. Edison, én Alexander Graham Bell vagyok. Feltaláltam a telefont, amin tud hívjon vissza. A számom egy. Alexander Graham Bell első hívásaim. Részlet. Kedves nézőink, itt a stúdióban köszöntöm dr. Spók Dezső akadémikust, aki tanácsadóként szolgálja a mai magyar közéletet. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hogy jött be, hogy ki vagy, elnézést? Én az RTL Klub riportere vagyok. Jó napot kívánok! Na, megmondom, az van, ha lehúzom, sisterek, de nem jön a víz. Elnézést, én az RTL Klub riportere vagyok. Hogy jött be maga ide? Jó napot kívánok! Én interjút szeretnék készíteni önnel, a Hétköznapok ütőerén című műsorszámát. Jó napot kívánok, most látom magát, fölhúzzam az ingemet. Maga orvos, ugye, megmondom őszintén, ha kávét iszok, nagyon nehez először, ne aztán... Jó napot kívánok. Riportot szeretnék készíteni. Ja, riportot, akkor tegyem föl egy kérdést. Jó, kezdjük. Doktor úr. Kolléga? Nem, én csak megszólítottam önt, hogy doktor úr. Úgy tudom, ön szakértő. Az vagyok. A közélet mely területén szakértő? Én például tudok nyúlszájat csinálni. Igen, igen, ezt örömmel látom. Milyen tanácsadó? Jó tanácsadó vagyok. És kiknek a tanácsadó? Aki kér tőlem, jönnek az emberek, azt mondják, jó napot, Pista bácsi, én meg eltartom a nyúlszájamat, mert Dezsőnek hívnak, és akkor kérnek egy tanácsot, adok nekik. Kik ezek az emberek? A fenet, annyian vannak, mint a nyulak, a nyúlról jut eszembe. Igen, tudom, hagyjuk a nyúlszájat. Állítólag az ön tanácsára vásároltunk használt F-16-osokat. Az én, mit vásárolt? F-16-osokat. Jó, úgy volt. Honnan jött az ötlet? Az ötlet onnan jött, hogy egyszer borotválkoztam, nézem magam a tükörbe a villanyborotvámmal, és volt nekem valami, és akkor csücsörítettem, és olyan volt a tükörben, mint a nyúlszáj. Igen, én az F-16-os repülőkről kérdezem. Azok repülők? Igen. Azt hittem sakkozógép, hogy Huszár F-16, lép Cecil 4-re közben Rosán. Na most, hogy mondja, csodálkoztam is, hogy a gyerekek miért nem a Kempelen farkasként, mert az meg nem is tud nyúlszájt. Talán térjünk vissza a repülőkhöz. Itt van nálam a jelentés másolata, mi szerint az ön elemzései alapján vásároltuk a használt gépeket. Ki adta az ötletet? A nővérem az emese, de ő például nem tud nyúlszájat csinálni. Hagyjuk a nyúlszájat. Viszont olyan banja, mint a Iza úr. Az például gyerekkorában úgy csúfoltuk, emese, nem állj hol a szemese, ha hátán folytak a könnyek. De ő nem tud nyúlszájat csinálni, míg én tudok nyúlszájat. Hagyjuk a nyúlszájat. Hagyjuk a nyúlszájat. Úgy hallottam, hogy az ön tanácsára vettünk használt villamosokat Hannovertől. Igen, vettünk használt. Ez úgy volt, nézem magam a tükörbe egyik nap, mondom, te Pista, még csodálkoztam is, mert Dezsőnek hívnak, mondom, vegyünk használt villamosokat Hannoverből, és akkor így vettünk. Azt hallottam, hogy ezek a villamosok nem felelnek meg a magyar szabványnak. Magasabb padlószintjük, ez meg kell emelni a járdát. Ez balesetveszélyes és költséges. Na, azért vagyok tanácsadó. Kitaláltam, hogy építsünk liftet a villamosokhoz, ugye? Már jön egy szegény nyúlszájú öregasszony. Professzor úr, hagyjuk ezt a nyúlszájat. Hagyjuk a nyúlszájat. Nem, jön egy öregasszony a nyúlszájával a lifthez közelít. Azt mondják, hova megy nénike? Azt mondja, megyek föl a villamosra, répáit. Musz, meg nyúlszáj. Kedves nézők, a Hétköznapok ütőerén című műsorban dr. Spók Dezsőt látták. Igen, legközelebb arról fogok beszélni, hogyan csináljunk nyúlszájat esős időben. Maga, milyen zerét? Szeret? Nem, egyáltalán. Csak maga után. Én akkor sem pityülök magára. Mire? Hamisan, de ez nem zavarja. Ne gyerekeskedjen. De igen.
Maga miért nem okos? Mert buta vagyok. Nem hiszik is maga. Az semmi, hogy én ne látna engem. Nem látom. Az jó. Király. Télen király, nyáron sirály. Király. Nézzük meg! Ki a leggyengébb? Lánc. Mindjárt a Gálvölgyi Show-ban. Halló, halló. Van valaki a vonalban? Fekete Margitnak hívnak. Édes Erzsikém, olyan nagy bajban vagyok. Elhagyott a barátom. Ráadásul múlt héten volt az epeműtétem. Ezt már én túléltem? Mancusom, megengedem. Mondj egy számot. Egy és egy között. Kettő. Egy. Kettő. Három. Hát, Mancusom, én azt látom, hogy neked volt egy epeműtéted, amit szerencsésen túléltél. Néha még fájni fog a heg, viszont örömmel látom a lapokból, hogy visszajöttél az altatásból. Tényleg? És mi lesz a barátommal? A barátod, kedves ember? Nagyon. Egyszer már elhagyott, de akkor visszajött. Na nézzük. Úgy látom, a barátod, kedves ember. Egyszer ugye már elhagyott téged, de aztán visszajött. Szavatartó ember a barátod? Igen, nagyon. Mindig megtartja, amit ígér? Mindig. Hát az derül ki a lapokból, hogy a barátod szavatartó ember, amit megígér, azt meg is tartja, de én azt mondom neked, világosan és egyértelműen, ilyen férfit nem érdemes visszafogadni. Ő nem férfi. Ő a barátnőm, kiküldetésben van. Floridában? Vagy a hegyekben él? Vagy egy kis faluban? Vagy az óceán partján, igazam van? Igen, jól látod. Egy kis romániai faluban. Igen, kártyából világosan kiderül, faluban él, mutatom neked, faluban él, és valahol itt egészen közel. Szlovákiában? Nem, Erzsik, én most nem találtad el. Egy pillanat. Romániában. Kettőből kitaláltad. Igen, megzavart engem a Mag 7-es bioenergiája, ugyanis meg kell mondanom őszintén, valamennyien a Mag 7-es bioenergiája alatt állunk. A lapokban még az is kiderül, drága Mancusom, hogy neked nem szabad mondjuk szalonnát tenni, mert növekszik a koleszterin szinted, cukrot se egyél, elromlik a fogad. Nekem protézisem van. Igen? Majd megnézem. Mancus, tudtad, hogy neked protézised van? Úgyhogy vigyázz magadra, jó egészséget kívánok. Van valaki a vonal? Ha nem, akkor pár perc múlva visszajövök. Minden pillanatát élvezem. A műsorokhoz jó szórakozást kíván a Granini a Sió Ekesztől. És mondámba légti néktek, asszonyállatok, ama törvényt, mely ígyen hangzik. Szurkolj, ne háborúsz! Részlet Dobó Istvánnak az Egri Nőkhöz Intézet beszédéből. Halló, halló! Van valaki a vonalban? Károly vagyok. Aztán nem tudom, hogy mi lesz velem tavasszal. Meg akarok ismerkedni már valakivel, mert 20 éve, hogy özvegy vagyok. Hát először is, szia, Karesz. Mondj egy számot, mondjuk 2 és 3 között. -2. -2. Na, Karesz, figyelj rám. Ez nagyon sok mindentől függ. Lehet, hogy ha kimész az utcára, nagyon sok hölgyel fogsz találkozni. Az is lehet, hogy egyikükkel megismerkedsz, az is lehet, hogy nem. Ez nagyon sok mindentől függ, ám, Karesz. De mitől függ? Hát attól függ, hogy a hölgy igen mond neked, vagy nemet. Nagyon köszönöm. Nagyon szívesen, Karesz. Telefonálj máskor is. Van még valaki a vonalban? Hát amennyiben nem, már a búcsúzom. Köszönöm, hogy velem voltak. Viszontlátásra. Gyerekek, vehetjük még egyszer? Analfabéta Lima! Ah!
meg anyád. Hány ugyak, jobb, egy ugyak te! A mi nyilvántartásunkban ezek bendest... Mindkét bocsánatot, mert beleugáltam. Értelmét vesztél mondatot. Senki nem pusztul bele az óceánba vízis jelés közben. Senkit nem izél meg az édesanyja izélés közben. Tehát tovább légy. Például itt a rendező úr, nézze meg. Hát ő is minden bombot visel, hogy akadna a torkán, de tovább légy, kérdezők ezekben. A borneói varkocsos disznó párzási szokások. Azok indiánok lehetnek. Mert van a varkocsos disznó, és van a varkocsos. Kérnek egy kis teasüteményt, másté? Nem. Nem szeretik a vajba, Félix, vagy a vajba.